Technikum szalagavató ünnepsége, koszorúzás, útjavítás a Kossuth Lajos utcában, kábítószer kereskedőkre csaptak le. Jó estét kívánok! Önök a nagypontsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. november 10-én 18 óra 5 perckor. A Dériné Kulturális Központban tartotta szalagavató ünnepségét a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium három végzős osztálya. Az osztályfőnökök szalagtűzése után irodalmi műsorral kedveskedtek szüleiknek, tanáraiknak, az érettségire készülők. Számunkra ez a nap a legszebb, bár közösségünk lassan lejárt. És apránként megyünk egyre messzebb, de az óra most egy percre megállt. Tudjuk jól, nem vagyunk egyformák, ám valahol mégis egyet vagyunk. Szemünkbe örömkönnye szállt, mert ma nektek táncolunk. Számtalan fotó születik az este, és rengeteg díj szó vár ránk. De nem lesz mind a fotóra festve, csak mosor és szép ruhánk. Mert az élmény, mit itt átélünk, egy versben sem írható le, és szívünk mélyére ásott el egy csodás, örök életre. Nekünk is nehéz, de el kell fogadnunk, egyelme sincs köztünk már. A feladatra mind megértünk, s egy láthatlan jövő vár. Így járunk itt 20-an, szép és okos diákok. Köszönjük, ha azt mondjátok, büszkék vagyunk rá. Hogy milyenek vagyunk, nagyon különbözők, viszont egyenként mind a magasban törünk. Ezt mutatják az eltérő erényeink, és persze vannak hasonló erényeink. Egy osztályként viseljük az összes jelzőt, mind a rosszat, mind a mindenkinek tetszőt. Órán telefonozunk, pisilni megyünk, oda nem figyelünk, ráadásul leszünk. Be vagyunk lassulva, ezért gyakran késünk. Ekkor nekünk mindig elnézést kell kérnünk. Sokan lógunk is, a jelszó a fogászat. Igazolás nélkül megnyitod a bokát. Vannak a csendesek, itt nem szólnak semmit. Természetesen ők nem zavarnak senki. Sokan mindig a telefonjukat bámulják, mások a szünetben a májukat árulják. Nekünk soha semmi nem jó, mint a lányok. Tíz tízünk, míg megvan a kettes az egypont. Vagy felrettek vagyunk, majd elalszunk órán. Így az emlék nem sok, csupán szolvány. Osztálykönyökünk igazolásért könyörög, és az persze sosincs, mindenki nézőt. Feleléskor sírunk, vagy toporzékolunk, amivel energiát, időköltségolunk. Testnevelés során átcsörödünk, mert sportolásra sosem szólít ösztönünk. A zongora szólt emléljük elviselni, de nem lehet sehova se elcipelni. Így kiabálunk, vagy rácsapjuk kezünkre, megmondjuk már a dalt, és ékezt teszünk. Mint a kis ornások, olyanok vagyunk. Ennyi komolyságot tartalmaz az agyunk. Ezért hát sokszor a szomszédba küldenek, hogy velünk inkább az óvónő küzdjenek. A sok hibánkért mi bocsánatot kérünk, ezek miatt tényleg mély megbánást érzünk. De most térjünk át vissza a jóra. Nem csak bosszankodással telik az óra, mert vidámak vagyunk, így sokat nem viccelődni, mindig mindenre szeretünk. Tudunk komolyak lenni, nagy dolgokat tenni. De ez nekünk messzire kell menni, s ha sikerül, munkánk gyümölcse hatalmas, az egész osztály sikere diadalmas, mert tudunk örömet szerezni tanárnak, akik ilyenkor minket jónak találnak. Együtt köszönjük iskolát rólaszokban. Most itt állunk feketében, hófehérben. Néha mind felveszünk azt a fehér pólót, ami hirdeti, igen, Szent Anna isként jó volt. Jövőre már csak pizsamának használjuk, egymásunk már többé nem látjuk, sajnáljuk. Hogy milyenek vagyunk, egy valami közös. Előttünk a szőnyeg nem lesz mindig vörös, mert nem teríthetjük az útra a rögös. Úgy se látnánk színét, mert jövünk még közös. De iskolánk adott egy halomány lámpás, ami nagyon segíti a világlátás. Hogy rögös út színén lássuk a virágot, és szebbé teszi a világot és diákot. Majd levetítették a három osztály videós kisfilmjét, amelyben az elmúlt négy Szent Anna is éveiket idézték fel fotók segítségével. Az esta szalagavató táncokkal folytatódott, a 12. A osztály bícsikeringő táncolt, betanította Kele Andrea tánctanár,
a 12. C tangótáncát Kézsmárki János táncpedagógus, míg a 12. B modern táncát Baliga Bodon Péter tánctanár tanította be. A táncok után a három végzős osztály tagjai egy közös dallal köszönték meg szüleiknek a sok törődést, támogatást, majd egy-egy szál virágot adtak át részükre hálájuk jeléül. Az alapítóra emlékezve a Szent Annai napokat idén is megtartotta Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium. A Szent Annai napok keretében a névadóról és az intézményi kapunyításról is megemlékeztek. A névadó pályáját Péter Dániel oktató méltatta. Mint elhangzott, Szent Annai Sámuel pályája Székely Szent Miklósról indult. A gimnázium elvégzése után Kolozsmonostoron a gazdasági tanintézetben tanult. 1896-ban kapott oklevelet. 1912-ben nevezték ki a Karcag Városi Földmíves Iskola igazgatójának. A mai napon iskolánk névadójára, ekkori igazgatójára, Szent Annai Sámuelre emlékezünk. A megemlékezés nem csak az iskolateremtő igazgatónak, hanem a sokoldalú, tudós férfinak, a nemzetközi hírű agrárszakembernek, a kiváló előadónak, a példamutató pedagógusnak is szól. Ugyanis ha Szent Annai 110 évvel ezelőtt, 1912-ben nem áll ki határozottan, kitartó munkával nem bizonyítja be a szakképzés szükségességét, ha kutató munkája, termelési eredményei nem győzik meg a döntéshozókat, akkor ma nem lennénk itt. De ki is volt iskolánk névadója, milyen pályafutás, munkásság kötődik Szent Annai Sámuel nevéhez? Szent Annai 1876. augusztus 11-én született Erdélyben, az Udvarhely megyei Székely Szent Miklóson, egy szegény földműves család hetedik, legkisebb gyermekeké. Testvérei közül egyedül az ő tanítatását tudták a szülők felvállalni, de a gyermek Szent Annainak így is kijutott a kétkezi, paraszti munkából. A megélhetésért folytatott embert próbáló küzdelem kitartásra, leleményességre, emberségre, szorgalomra nevelte az ifjú Szent Annait. Kolozsvárra került a gimnáziumba, majd Kolozsmonostoron a gazdasági tanintézetben szerzett tanári diplomát. Ezután a kor szokásai szerint több földműves iskolában tanítva szerezte meg azt a szaktanári gyakorlatot, szakmai hozzáértést, mely már lehetővé tette azt is, hogy vezetőként is megállja a helyét. 1912 őszén nevezték ki mai intézményünk elődje a Karcagi Földműves Iskola igazgatójává. Az akkor alig 13 éves iskola megtartása forgott veszélyben, a fennmaradásért küzdöttek vezetői. Az egykori két éves gazdaképzés időtartamát fél évre csökkentették, sőt, a képzés végén megszerzett bizonyítvány sem jogosította fel a végzetteket munkavállalásra, ráadásul a város gazdatársadalma előtt sem volt valami nagy tekintélye az iskolának, mondván, idézem, könnyű az állami földön, az állam pénzén a tanulók munkájával veszteségeket is fölvállalva termelni, próbálnának csak meg a saját két kezükkel, a hitellel terhelt szikes földjükön, gépek nélkül eredményesen gazdálkodni. Ilyen körülmények közé került Szent Annai, ilyen körülmények között kellett vállalni az iskolavezetést, mindössze 6 tanár kollégával megszervezni az oktatást, példamutatóan gazdálkodni a 300 hold földön, és ezzel visszaszerezni az iskola tekintélyét úgy a minisztériumi előjárók, mint a városi gazdák előtt. Töretlen hittel és nagy lendülettel látott neki a feladatnak, melyben a korábbi évek tapasztalatai és rendíthetetlen kitartása is segítették. Erről így vallott Szent Annai. Az okszerű munka végzéséhez műveltség, a szorgalmas munka végzéséhez akarat kell. Ezt ma úgy mondanánk, hogy tudás és szorgalom a siker titka. Na meg kellett néha bizony az a híres székely furfang, talpraesettség is úrrá lenni az akadályokon, a szekértolókon, a folyton aggályoskodókon. Ilyenkor azt mondta Szent Annai, a megpróbáltatások közt ne azon tépelődjünk, töprengjünk, amit megváltoztatni nem tudunk, hanem keressük a boldogulás felé vezető utat ott, ahol tudással, erős akarattal és munkával meg is találhatjuk azt.
tervszerű, kitartó munkával Szent Annának sikerült pár év alatt az iskola hírnevét megalapozni az oktatás, a tudományos kutatás és a gazdálkodás területein is. Járta a környező településeket, előadásokat, tanfolyamokat szervezett, kiváló kapcsolatokat épített a helybéli és környékbeli gazdákkal, a városvezetőivel, de ügyeinek megnyerte korának jelentős tudósait, közéleti szereplőit is. Szent Annai legkiváló kutatási eredményeit a szikjavítás területén ért el. Példaképe, elődje Tessedik Sámuel nyomdokain haladt, együttműködött a püspökladányi szik kísérleti állomás kutatóival, eredményesen termesztette a búzát, a rist, a szőlőt, faiskolát létesített a környék gyümölcsfákkal és díszfákkal való ellátására, felismerte az alföld fásításának szükségességét. De híre ment az állattenyésztésben elért sikereinek is. Ezen eredmények mellett példát mutatott a korszerű állattartás és takarmányozás területén is. Szent Annai kedvencei a gépek voltak. Fordzon és Hoffer traktorok, tárcsás ekék, aratógépek, permetezőgépek sorakoztak az iskola színjeiben, szélkerekek szivattyúzták a vizet a fúrott kutakból, hajtották a fűrészgépet, a darálót. Sőt, a szélkerék iskolánk címerébe is bekerült. Polgármesterek, miniszterek, sőt, egy ízben még Horthy Miklós kormányzó is megcsodálta az iskola tangazdaságát, de még egy nemzetközi konferencia is szervezett ide iskolánkba tanulmányi kirándulást. A korabeli helyi újság, a Karcagi Napló így írt erről. 1926. augusztus 4-én szerdán délelőtt Budapest felől 50 tudós érkezett Karcagra. Voltak közöttük oroszok, finnek, svédek, németek, osztrákok, angolok, csehek, olaszok, svájciak, akik nem csak a földet vizsgálták, hanem figyelték azt a kiváló eredményt is, amellyel Szent Annai Sámuel a földműves iskola szikes területén elért, és a vendégek az elért sikerhez gratuláltak az igazgatónak. A szikjavítás, a korszerű technológiák, a gépesítés következtében megnövekedett termelési eredményekre felfigyeltek a helyi gazdák, az országos szakmai közvélemény és, mint láttuk, a nemzetközi tudományos élet is. A megemlékezés után a névadó mellszobránál az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester és Rózsa Sándor jegyző, a Mate Karcagi Kutatóintézete nevében dr. Zsembeli József igazgató és Kovács Györgyi kutató, az iskola vezetés Gyökeres Sándor igazgató, Szűcs Judit és Kolostyákné Plejsovszki Zsuzsanna igazgató helyettesek, a diák önkormányzat nevében Gyermán János Tamás oktató és a DÖK tagjai helyezték el az emlékezés virágait. A karcagi temetőkben a diákok megkoszorúzták az elhunyt tanárok, igazgatók sírját is, ahol Péter Dániel oktató emlékezett meg róluk néhány mondatban. Karcagváros önkormányzata kiemelten figyeli, hogy az önkormányzati utakon, járdákon biztonságos legyen a közlekedés. A baleset veszélyes szakaszokat így minden évben felmérik, és a lehetőségekhez mérten igyekeznek az érintett szakaszokat kijavítani önkormányzati és pályázati forrásokból. Most a Kossuth Lajos utcában kezdődtek útjavítási munkák, hiszen ez a város egyik igen forgalmas útszakasza. A piac közelsége miatt másrészt oktatási intézmény is található itt, így mindenképpen fontos a baleset veszélyes szakasz megszüntetése, újraaszfaltozása, új parkolási lehetőségek kialakítása. A munkák idejére az ott közlekedők türelmét és figyelmes közlekedését kérik. A jászberényi rendőrök jászapátin csaptak le egy dillerre és vásárlójára, miután megtörtént az adásvétel. A jászberényi rendőrkapitányság indított nyomozást, miután olyan információ jutott birtokukba, hogy egy jászapáti nő kábítószerrel kereskedik, melyet 1000 forint per adagáron főként helyi lakosok körében értékesít, ráadásul alkalmi vevői között 18 év alattiak is vannak. A jászsági rendőrök jól megtervezett és összehangolt rendőri intézkedés keretében csaptak le a kereskedőre, miután lakásán épp egyik vevőjét látta el az általa árusított szerrel. A nyomozók a vásárló ruházatában alufóliába csomagolva 11 g fehér színű kábítószergyanús anyagot találtak. A kereskedő lakásán kutatást tartottak, melynek során 48 darab alufólia pakba kiporciózott összesen 28 g fehér színű kábítószergyanús port, egy darab mérleget,
két darab mobiltelefont és a vagyonvisszaszerzés érdekében 409 ezer forintot és 98 gram aranyékszert foglaltak le. Az elsődleges vizsgálatok alapján a gyanúsított lakásán talált fehér por, N-etil-buhedron, valamint N-etil-hexedron HCI vegyületet tartalmaz, amely új pszichoaktív anyagnak és kábítószernek minősül. A nyomozók az 57 éves nőt két rendbeli új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet, és egy rendbeli kábítószer kereskedelem büntet megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbevétele mellett előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!